Hivatalosan szoftverfejlesztő vagyok, a gyakorlatban ez azonban azt jelenti, hogy az ELTE, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem és az Ericsson közötti kooperációs projektek egyikét vezetem. A kutatási projektemben azt vizsgálom, hogy hogyan fejlesztenek nagy szoftverrendszereket hosszú időn keresztül. Ezt szeretném a későbbiekben nem csak továbbvinni, hanem az Ericssonban napi használati szintre is bevezetni, hogy sokkal hatékonyabban, sokkal jobb rendszereket tudjunk létrehozni. Az egyetemi együttműködésben én egyrészt mint doktorandusz veszek részt, másrészt a projektben mint egyfajta technikai vezető, egyfajta kommunikációs csatorna, és valamilyen értelemben projektvezetőként is szerepelek. Az egyetemisták számára rövid távon ez valamilyen jellegű szakmai tapasztalatot jelent, ami segíthet bejutni akár az Ericssonhoz, akár bármilyen másik nagy céghez. Valójában viszont olyan jellegű tudást tudnak itt szerezni ennek a projektnek a keretében, amit egyéb egyetemi képzéseken nem tudnának. Az ELTE-s diákoknak viszonylag egyszerű bejutni erre a projektre, egészen egyszerűen meg kell keresni minket, és egy laborgyakorlat keretében fel tudják venni, mint tárgyat, amiért kreditet kaphatnak. Az Ericsson számos jó tulajdonsággal rendelkezik, ebből számomra az egyik legfontosabb az, hogy úgy tudom érezni magam, mintha egy saját startupom lenne, amit én építettem fel. Az egyetemi projekt és a saját kutatásom kapcsolata is megadja nekem azt az érzést, mintha egy saját cégem lenne a cégem belül, ahol nekem nem kell foglalkoznom azzal, hogy pénzt szerezzek, nem kell jogi problémákkal foglalkoznom, nem kell menedzsment kérdésekkel foglalkoznom, nem kell céget építenem, csak a saját szakmámmal, a saját kihívásaimmal, érdeklődési körömmel kell foglalkoznom.